Az ormánságban járva gyakran előfordul, hogy kívülről egy átlagos, kicsi ugyan omladozó, de barokk templomkép fogad, aztán belül pedig kisebb csodák várnak. Hát az ormánságban járva, ugyebár nem járunk minden héten az ormánságban, most is kifejezetten Drávaibányiba jöttünk, hogy megnézzük ezeket a bizonyos kisebb csodákat a református templomban. A református templomok, már pedig az ormánságban főleg reformátusok éltek, amúgy is keveset mutatnak kívül. A kálvinista imaházakban tilos volt a hivalkodás, sőt még belül is kerülték az emberábrázolást, mert a katolikusokra jellemző, meg a barokkosan habos bibliai történeteket. De amit ők ehelyett választottak, az mára a festett kazetták elképesztően színes kavalkádja lett. A 18. század végétől valóságos rivalizálás indult el az ormánsági falvak között, Kémestől Adorjásig, Kórostól Drávaiványig, hogy ki tudja még színpompásabban kifesteni a templomát, pontosabban a templomának a mennyezetét. Itt Drávaiványiban 167 festett kazetta van a mennyezeten, 15x9 van a sorokban, plusz az, amit még az apszisban láthatunk. Reformáció itt a Dunántúlon. A török uralom még épp hogy csak megtelepedett ezen a határvidéken, és még a reformáció és az evangélikus vallás sem vált még külön, amikor 450 éve egy híres reformátor, evangélikus lelkész és prédikátor, bizonyos Sztárai Mihály megtérítette az ormánsági embereket, ami azt jelentette, hogy élete kockáztatásával itt az ormánságban és Szlavóniában több mint 100 falvat térített át az új, a protestáns hitre. Sztárai valószínűleg a Dráva melletti szomszédos Dráva Sztárán, de lehet, hogy a felvidéki Sztárán, a Zemplén megyein született. Ferencesként előbb Sárospatakon tanult, Siklóson szolgált először iskolamesterként, a környék birtokosainál, a Perényieknél, majd Padovában tanult. Később megjárta a Mohácsi csatát is, és rendjéből kilépve 1528 után kezdte el a reformáció tanait terjeszteni. 1544 tavaszától a szlavóniai Laskón működött, ahonnan 7 éven át járt körbe-körbe a hódoltsági területeken téríteni. A falut valaha Iványnak vagy Iványinak nevezték, valamelyik földbirtokosa után, vagy Petrovszky Iván, vagy más források szerint Draskovics Iván földbirtokos neve után. Egy viszont biztos, hogy a Dráva nagyon közel folyik egy falunyira innen. Az aprócska ormánsági település református temploma 235 éves lesz, azaz 1792-ben II. József türelmi rendelete után épült, puritán külsővel, ahogy erről a fakazettás mennyezet közepét díszítő, koronára emlékeztető királykazetta pontosan tudósít. Egyben hirdeti az adományozó alapítók, az adományozó templom alapítók dicsőségét, ráadásul egy elsietett helyesírással, mert az első sorban az úrnak szóból kimaradt az R betű, amit később egy jóval kisebbel próbáltak pótolni. De különleges a templom fakarzata és a díszes Mózes szék, illetve a szószék is. A napkorongos királykazetta mellett van egy másik különlegesség is ebben a templomban. Az egyetlen ember alak, vagy mivel az ember alak tilos volt az ilyen festéseknél, tehát nevezzük inkább mitológiai alaknak, ez pedig nem más, mint egy sellő, ami mind a két kezében egy-egy kardot tart. Enyhítésről azért mellé egy galambot is festettek, ami a csőrében olajágat tart, és van még egy hal is a karmai között. A sellő kardjai az özönvízre, a bűnök büntetésére figyelmeztetnek, a testi, de a lelki pusztulásra is, ha valaki, nyilván inkább egy férfi, nem tud ellenállni az evilági csábításoknak. A sellő mesés lény, tulajdonképpen az antik madártestű szirénekből lett, középkori kedvelt alakja természetesen a csábítás jelképe. A
jelentése elő, Magyarországon több helyen is felbukka református templomokban, női alakként látható például a szatmári Csengersimán és Gyügyön, a Dunántúlon Szennán, az erdélyi mezőségben lévő Tancson pedig egyenesen egy kétfarkú, hosszú szakállas férfiként. És persze Dráva Iványin.